De forró. Köszöntöm a kedves nézőket! Én Krisztián vagyok, és ebben a videóban jön a Kérdezz Felelek sorozaton első része. Ugye tegnap írtam Facebookra, hogy kérdezek te tőlem, én meg azt egy videóban meg fogom válaszolni. Mivel eléggé sok kérdés jött, ezért nem fogom ebbe a videóba beletenni az összes kérdést, tehát több részes lesz, ugye mivel ez egy sorozat. Tehát aki nem fog ebbe a részbe bekerülni, nem kell idegeskedni, mert a következőben már 100% hogy bekerül. Na akkor vágjunk is bele a kérdésekbe. Első kérdés, Györe Mártól érkezett. Fogsz valamikor csinálni live-ot? Ugye a kérdések meg a nevek valahol fenn lesznek a monitoron. Nem tudom, hogy melyik sarokban legyen majd a kérdés. Hú, de sarokban mondtam. Na! Hát igazániból én live-ot nem tervezek, amikor még nem YouTube-oztam, akkor eléggé sok live-ot lenyomattam az egyik barátommal. Ennel, ha most nézed ezt a videót, szevasz! Na igen, akkor kettő live-okat csináltunk, és azt kell, hogy mondjam, nagyon jók voltunk. Sőt, talán az egyik legjobbak voltunk. Aztán egyszer csak így abba hagytuk. Lehet, hogy én miattam meguntam, nem tudom. Ezt nem fogom megunni, vagy legalábbis nem tervezem. Na, szerintem ez a kérdés ennyi volt. Következő kérdés Kis Tamástól érkezett. Ha gépfejlesztésre kerül a sor, mit fogsz fejleszteni és mire? Valamint van egy álom PC? Álom PC nincs. Álom csajom lehet, hogy van. Nem, na mindegy. Hát igazából én gépet úgy szoktam fejleszteni, hogy a mostanit eladom, aztán veszek egy full újat helyette. Szerintem most is az lesz. De még bírja a gépem, tök jó a BF4, és milyen jól megy már. Igaz, 30 FPS felvétel közben, de bőven elég szerintem. Az nélkül meg van 50-60 is akár. Tökéletes. Bényei Benjamin, nagyon jól játszol FPS játékokkal. Köszönöm szépen. Nem gondolkodtál el azon, hogy komolyabban is játsz ezzel, komolyabban játsz egy játékkal, és esetleg elmenjél egy runra egy csapattal? Hát, COD 2-ben annól gondolkoztam ezen, hogy elmegyek LAN-ra, de aztán nem lett végül is belőle semmi. Pedig nagyon jól COD 2-ztem. Tényleg. Köptem egyet, remélem ezt nem láttátok. Vencel Péter a következő. Van testvéred? Ha igen, hogy hívják? Ágnesnek hívják? Ági? Igen. Talán az egyik videómban már benne is volt, nem? Csak a hangja volt benne. Melyik volt az a videóm? Amikor kellett neki a tej a kávéjába. Na, következő! Tamás Péter, Péter Tamás, nem tudom, hogy melyik. Melyik FPS játék a kedvenced? Hát, nem is tudom. Ha pár évvel ezelőtt lettünk volna, akkor simán rávágtam volna, hogy COD 2, de most már BF4. Ja, eléggé tetszik. A 3-nál jobban tetszik. Szerintem a BF4-re többet fogok játszani, mint a BF3-mal. László Péter, Zsömi. Hol volt? Milyen más YouTube videós csatornáját nézed rendszeresen? Hát a magyarok közül én elég sokat nézek, például ott van a Szirmai Gergő, Otherworld, Sirius, Covery, B-Turbo. Kik vannak még? A GameStarosok? Remélem, hogy nem hagytam ki senkit, közben ez elsötétült. Szerintem nem hagyhattam ki senkit. Következő, törölt felhasználó kérdezi. Meddig szeretnéd még folytatni a videózást? Sokáig. Ja. Vagy nem akarod soha abba hagyni? Nem, ne hagyjuk soha abba! Itt leszek mindig, és rögtetlek titeket, vagy legalábbis bízok benne, hogy ez így lesz. Kenyeres Patrik a következő. Egyedül laksz? Vagy talán barátnőddel? Vagy anyukádnál? Szüleimmel lakok, anyuval, apuval, meg a hugommal, Ágival, meg a kutyámmal. Brian! Okos kutya. Mindegy. Jön, jön! Tudtam én, hogy jönni fog. Jaj, de okos vagy. Na, volt egy olyan kérdés is, hogy itt ez a kis szaros. Nem, most nem mutatlak be, mert csúnya vagy. Nem, amúgy nagyon szép vagy. Volt egy olyan kérdés is, hogy okos-e a kutyám. Na tessék, ide is jött egyből. Jó, kellett neki egy kis idő, de ide jött végül is. Hol tartottunk? Kenyeres Patriknál tartottunk. Keviné a következő kérdés. Neked az eddigi videóid közül melyik tetszett a legjobban? Hát ugye eléggé sok videóm volt, de az újak közül nekem a Blacklistes tetszik a legjobban. Én azzal vagyok a legjobban megelégedve, pedig azt eléggé kevesen nézitek, azt a videóimat annyira nem szeretitek. Pedig az a legjobb, nézzétek! Igen. Ördög Peti, okos-e a kutyád? Igen, nagyon okos! Szereted a meccseket, mert jó lennél kommentátornak. Hát igen, szeretem a meccseket nézni, meg amikor mondjuk fifázok, vagy pesseszek, akkor is végig be nem áll a szám, és mondom, hogy Rooney nálad, de Rooney, gólpassz és gól! Folyamatosan kommentálom, de tényleg! Lejjebb kéne menni, mert eléggé sok kérdést elmondtam már. A következő kérdezőn,
Nem más, mint Kánisz Krisztián. Minek tanulsz, vagy van már szakmád? Én Győrbe jártam iskolába, a Lukács Sándor iskolába, ott elvégeztem egy szerszámkészítői szakmát. Ennyi. Oké, következő. Fuchs Attila. Van-e kedvenc rappered? Ha van, nincs. Nem nagyon hallgatok rap zenéket. Inkább én ilyen régebbi zenéket szoktam hallgatni, vagy akár ilyen magyar zenéket, mondjuk a Erdától a Hütlent, és még azt akár TSN-en is szoktam ott karaokizni. Elég sokat énekelek amúgy, de nagyon rossz vagyok benne. De szeretek énekelni. Buzási Zsolt, mikor lesz majd kész a bemutatkozó videód? Hú, tényleg. Annó ígértem egy ilyen videót. Hát igazániból akár most is összedobhatjuk. Ama 93-ban születtem Komáromban. Most azt nem mondom meg, hogy hol lakok, majd talán megmondom. Hát most mindenki amúgy azt kérdezi, hogy nagyon sok olyan kérdés, hogy hol lakom. Nem, hát mindig erre azt szoktam válaszolni. Győrtől nem messze, vagy Komáromtól nem messze, mert tényleg ott lakok kettő között. Ugye 93-ban születtem, Győrbe jártam iskolába. Ennyi volt a bemutatkozás, köszönöm. Hoppá, volt itt egy vágás, mivel kimondtam a vezetéknevemet is. Na mindegy, Krisztián vagyok. Na mindegy, ez ennyi is lett volna. Jöhet akkor a következő kérdés. Szűcs Rolandtól, hogy tudsz ilyen viccesen nevetni? Akkor visszajelölsz Originen? Hát nem tudom, ez a nevetés így jön igazániból magától. Originen meg Rolikán megmondtam, hogy 100 barátot enged, ahhoz valakit le kell törölnöm, majd keresek valakit, aki nagyon inaktív, és azt eltávolítom. De tényleg, aki már nem lépett be, vagy egy hónapja. Na, következő, Kardos Viktor, a hugodat be fogod mutatni? Hát igazándiból mondtam már neki, hogy csináljon velem videót, de ő nem akar, ő szerinte ez ciki. Ja, nem is nézi a videó miatt a kis köcsög. És amikor, mikor tervezed? Nem tervezem. Horrorjátékból csinálok még videót? Igen, horrorjátékból még szeretnék videót csinálni, mivel az Ottlásztot elég szerettétek. Nem tudom, hogy milyen horrorjátékból csinálják videót. Az új, mi volt az új? Az új Amnéziából nem akarok nagyon, vagy hát nem tudom. Azt mondjátok hozzá, hogy ez nem olyan jóra sikerült, mint az előző része. Nem tudom, hogy miből kéne. A fűrész folytatod még a héten? Igen, abból lesz még egy folytatás a héten. Következő kérdező, Noák József! Elsötétült ez a szarbazd meg. Nem az enyém a laptop, tehát így random időszakonként elsötétül. Hányszor lőttek fejbe, amikor elkapott a hév ebben a videóban? Kövér gyerek szétveri a gépet. Basszus. Jó, köszönjük. Egyszer sem. Igen, hülye voltam, simán beírhattam volna, hogy per kill, aztán megölöm magamat, de nem jutott akkor eszembe. Mindegy, ez ilyen. Következő. Hölgyei Otto, volt valamikor gyerekkori traumád? Volt valami gyerekkori traumád? Hát, szerintem nem volt semmi. Nem. Hülye gyerek voltam, nem volt semmi. Kellemen Péter, szoktál valami MMORPG-s játékkal játszani? Ha igen, akkor mivel? Nem szoktam ilyen játékokkal játszani. Régen talán egy hónapot voboztam, illetve régen nagyon hoztam is. Voltak ilyen játékok, de azok régen voltak, de amúgy most már nem játszok ilyen játékokkal. Nem tudom, engem akkor se kötöttek le annyira, illetve most se. Viktor kérdezi a következőt. Krisz, melyik volt a legjobb hangulatú játék, amivel játszottál? Melyik tetszett a legjobban? Ez egy fogos kérdés, ugye én eléggé sok játékkal játszok. Eléggé sok játékkal játszok, fogalmam sincs. Amivel elég sokat szoktam játszani, talán a Mafia 2. Az eleje az nagyon hangulatos, nagyon tetszik, amikor taxival jövünk le arról a hegyről, és esik az eső, szól valami jó, esik az eső, a hó esik, és szól valami jó zene. Nagyon tetszik az a rész. Tehát szerintem a Mafia 2 eleje. Az nagyon bejön. Lászlója a következő kérdés. Nem gondolkozol valamilyen nem FPS játékon, mint például AC vagy Batman Arkham Origins, majd ha kijön? Vagy egyáltalán szeretsz ilyen játékokkal játszani? AC-t azt nagyon sokan írjátok, hogy abból most már tényleg jó lenne videó, de tényleg jó lenne belőle videó, csak még nem tudom. Hát, nem tudom. Szeretek az ilyen játékokkal játszani, mert például az AC-kat nagyon szeretem. Kijön egy új AC, feltelepítem, és így egy húzamba végigviszem. De tényleg. Mondjuk azok nagyon hosszúak szoktak lenni, de imádom az alcékat. Következő kérdés, Norbika! Ha lenne egy esélyed, hogy készíts egy játékot, miről szólna és milyen fajtájú lenne? Például FPS, COP, stratégiai, STB. Ha lenne egy esélyed, hogy milyen játékot készítsek?
Hát kapásból rávágtam volna, hogy FPS játékot készítenék, de igazándiból csinálnék valamilyen hasonló GTA-s játékot, ilyen mászkálósat. Szerintem olyat csinálnék, de nincs rá esély. Na srácok, ennyi kérdés lett volna, ennyit írtam össze. Aki nem került bele, elnézést kérek érte, majd a következő videóban már lesz. Illetve ha valakinek a nevét rosszul ejtettem volna ki, őtől is elnézést kérek. Ez a videó ennyi lett volna, ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, írjatok kommenteket, köszönöm a figyelmet, sziasztok!